Sziasztok! Ez az Access Point Vlog 30. része. Ebben a részben bemutatjuk a Unify Access Pointok közül a kínálati gerincét képző hagyományos Access Pointokat. A Unify Access Point család úgy lett kialakítva, hogy az otthoni felhasználástól az enterprise környezeten keresztül egészen az extrém ügyfélsűrűségű alkalmazásokig minden igényt ki lehessen vele szolgálni beltéren és kültéren egyaránt. A most bemutatott eszközök mindegyike már a 802.11 AC szabványra épül és szimultán képes mind 2,4, mind 5 GHz-es tartományban üzemelni, valamint gigabites Ethernet porttal rendelkezik. A legismertebb része a termékcsaládnak a két darab kifejezetten beltérre szánt AP, amelyek már számtalan hálózatban megtalálhatóak. A Unify AC Lite a sorozat belépő eleme, amely kifejezetten jó árértékarányjal bír. Ebben egy 2x2 MIMO 2,4 GHz-es és egy 2x2 MIMO 5 GHz-es rádió található, melyek 20 dBm kimenő teljesítményre képesek. A beépített antennák nyeresége 3 dB. A termék csomagolásában megtalálható egy 24 voltos passzív port tápegység, de támogatja a 802.3 AF szabványt is. Fontos kiemelni, hogy az 5-ös pak nem tartalmaz tápegységet. A Unify AC Long Range egy megnövelt teljesítményű változat, amely egy 3x3 MIMO 2,4 GHz-es és egy 2x2 MIMO 5 GHz-es rádióval rendelkezik, amelyek 24, illetve 22 dBm kimenő teljesítménnyel bírnak. A beépített antennák és a tápellátás megegyezik az előző AP-val. Ennek a két terméknek a professzionális változata a Unify AC Pro, amely egy 3x3 MIMO 2,4 GHz-es és egy szintén 3x3 MIMO 5 GHz-es rádióval rendelkezik, melynek kimenő teljesítménye 22 dBm. Az antennák itt is 3 dB nyereségűek. Az AP rendelkezik másodlagos Ethernet porttal és környezeti behatásoktól védő szigeteléssel is. Az eszköz 802.3 AF AT port tápellátást támogat, a csomagban jelenleg még megtalálható a 48 voltos tápegység, azonban a hamarosan megjelenő váltó terméknél ez már nem lesz elérhető. A kültéri család különlegessége, hogy támogatja a mesh technológiát, amely rugalmasabb telepíthetőséget tesz lehetővé. Erről végeztünk egy tesztet is, amelyet korábbi videómban találhattok meg. Unify AC Mesh egy belépő szintű termék, amely rendelkezik egy 2x2 MIMO 2,4 GHz-es és egy 2x2 MIMO 5 GHz-es rádióval. Mindkét rádió 20 dBm-es kimenő teljesítménnyel bír. Az AP két darab RPSM csatlakozóval rendelkezik, amire külső antenna csatlakoztatható. A gyárilag mellékelt bot antennák pedig 3, illetve 4 dB nyereségűek. A termék csomagolásában megtalálható egy 24 voltos passzív port tápegység, de támogatja a 802.3 AF szabványt is. Fontos kiemelni, hogy az 5-ös pak nem tartalmaz tápegységet. Ennek nagyobbik testvére a Unify AC Mesh Pro, amely egy darab 3x3 MIMO-s 2,4 GHz-es és egy darab 3x3 MIMO-s 5 GHz-es rádióval rendelkezik, amelyeknek 22 dBm-es kimenő teljesítménye van. A beépített antennák nyeressége 8 dB. Az eszköz támogatja a 802.3 AF szabványt, a csomagban egy 48 volt port tápegység található. Az összes Unify Access Pointot integrálhatjuk a Unify Controllerbe, amelynek funkcióit egy külön videóba fogjuk bemutatni. Ez volt az Access Point Vlog 30. része. Ha bármilyen kérdésetek van az itt elhangzottakkal kapcsolatban, akkor ezt írjátok meg nekünk kommentbe. A következő részben folytatjuk a Unify Access Pointok bemutatását a különleges rendeltetésű eszközökkel. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!